Kárpátokba megfújták a trombétát. Minden anya hazavárja a fiát, csak engemet nem vár haza az édes anyám. Kárpátokba lesz az örökös hazám. Édesanyám, ha föl akarsz keresni, Kárpátoknak hegy aljára gyereki, megtalálod síromat a kőszikla alatt. Édesanyám, kísírhatod magadat, megtalálod síromat a kőszikla alatt. Édesanyám, kísírhatod magadat. Oroszország felé nem tudjuk mi az utat. Főhadnagy úr, mutassa meg az utat. Megmutatom, jó fiaim, én is elmegyek. Ha jó Isten tudja, ki jön vissza veletek. Gyertek, magyar fiú, kik egyszerre születtünk. Kik egyszerre kumisz ruhát viselünk. Mutassuk meg annak a de kutya muszkának, nincsen párja sehol az erdélyi bakának. Gyertek, magyar fiú, húzzunk drótot, ha lehet. Közeledik már az orosz hadsereg. Szólnak az ágyuk, ropognak a masingeberek. Majd elválik babán, mit ér egy magyar gyerek. Szólnak az ágyuk, ropognak a masingeberek. Majd elválik babán, mit ér egy magyar gyerek. Tisztelt és szeretett, végtisztességet megadó magyar testvéreim! Ezen a szép napon engedjétek meg legelőször is köszöntsem azokat, akik megtiszteltek minket és eljöttek, szerény jelenlétükkel részt vesznek a mai megemlékezési napunkon. Köszöntöm Budapestről a Magyar Honvédelmi Minisztérium
küldöttjeit. Köszöntöm a Csíkszeredai Főkonzulátus küldöttjeit. E viva Italia! Arrivederci! Isonzo! Piave! Doberdo! Bienvenuto! Mamma mia, attendi il mio ritornerò! Köszöntöm a csíkszéki Mátyás huszárokat. Köszöntöm Csíkszentmárton polgármesterét. Köszöntöm a Harghita megye tanács vezetőségét. Köszöntöm az Erdélyi Kutatócsoport Egyesületét. Köszöntöm az egyházi méltóságokat. Köszöntöm a vitézi rendeket. Köszöntöm a Szent Iván Laborfalvi énekkart. Köszöntöm az Erdő Közbirtokosság vezetőit. Köszöntöm úgy a fa, mint a kő faragókat, akik megtiszteltek minket ezekkel a szép emlékművekkel. Most el szeretném mondani röviden, hogy ezelőtt 20 esztendővel itten felállítottuk azt az emlékművet, akiknek a magyar honvédek emlékére állítottunk fel, akik 1944. augusztus 26 és szeptember 11 között adhatták, ami az embernek a legdrágább, az életüket. Hogy kiknek köszönhetjük az emlékművet. Köszönhetjük legelőször is Szilveszter Lajosnak, majd Gergely Andrásnak, akkor is polgármester úr volt. Fikó András csinódi erőgépésznek, aki a patakból a követ kivonszolta. Winkler András sebszentgyörgyi betonadakozónak. Péter János, aki a márványlapot adta. Váncsa Albert, aki a kopjafát adományozta. Bot Károly, aki faragta. Puskás Csaba, Kis Lőrinc, Imre Lajos, Szent Györgyi autóvillamossági gyár szerszám műhelyének, akik a résztáblákat adták és bevésték a halottak neveit. Gombos János, Barta Mihály családja, Páldiák Béla és családja, Kovács Béla, Sós Ferenc, Vén András, ifjú Kajcsa András, Gocsman Sándor, Somogyi Csaba, Ferenc Gyula, Fehér Ákos, Nagy Dezső, Ince Pál, Pál Samu, Ugrona Endre és Ferenc Csaba háromszékről. Az Újsvölgyiben élők közül, akik akkor még éltek, Csedő Lajos, László Imre és Sándor, Csillag Gyula és Novák Istvánné. Csíkszentmártonból Kovács Sándor, Vitos József, Dánel András, Kósza Vilmos plébános úr, Nagy Zsolt, Bocskor Imre, Keresztes Andor, Epresi Dénes és Gotthár Lajos. Nem felejtjük el azok nevét se, akik annak idején a sebszentgyörgyi katonazenekar, a textilár rezes bandái 28 tagú zenekarával itt minket az avatáson Kelemen József tanár vezetésével szórakoztattak. Köszönjük mindannyiuknak! Most megkérem az egyházi méltóságokat, hogy áldják meg a Szent Mise előtt, áldják meg a zászlónk, új zászlótartónkat, áldják meg az újonnan felállított 300 keresztet,
első világháború emlékére. Áldják meg Kovács Béla, ezelőtt két héttel halt meg, Szent Györgyi volt, uzsvölgyi harcos, itt harcolt és itt sebesült meg, valamint Füredi, Vitéz Füredi bajtársunknak az emlékkopjáját. Most veszem észre, bocsánatot kérek, hogy egy uzsvölgyi harcosok emlékére újonnan felállítottak itt baloldalt egy keresztet, na akkor azt is kérjük szépen az egyházi méltóságban, utána pedig megkérem az egyházi méltóságokat, hogy kezdjük el a tábori szent misét és a tábori istentiszteletet. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Békesség Istentől. A jeltelen sírokban nyugvó hősök és áldozatok emlékművénél úgy érezzük, hogy közénk tartoztak, közösségünk, családjaink tagjai voltak, akiknek nem jutott szemfedő, nem jelölte sírjukat a kereszt, nem áltott imádkozó hitves vagy szülő. Épp ezért ez a közösség által állított kereszt, emlékmű, az ő jelképes sírjuk, hogy legyen ahol a rájuk gondolók, hozzátartozók megújítsák az emlékezés mécsét, meggyújtsák, elhelyezzék a tisztelet virágait. Legyen szent hely számunkra, amely nem csak az emberi kegyetlenséget, békétlenséget és azok áldozatait juttatja eszünkbe, de amely felhívása szeretetre, a békére és az egymás megbecsülésére. Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, áld meg és szenteld meg ezt az új lobogót, zászlót. Szálljon rá áldásod, hogy mindig emlékeztessen bennünket arra az igazságra, hogy minden nép egy nemzethez tartozik, és íme, ami nemzetünk zászlója is itt fent lopog, kérünk, áld meg és szenteld meg. Istenünk, szálljon áldásod az új emlékműre, hogy mindenkiben, aki rátekint részvétet, az elesettek iránt tiszteletet ébresszen. Azokat, akikre itt fájó szívvel gondolunk, fogad be az örök béke honába. Zaklatott és szomorú véget ért földi életük után, te légy számukra a megnyugvás, a boldogság és a véget nem érő élet. Adj, Uram, a megholtaknak, akikre ez az emlékmű, ezek a keresztek emlékeztetnek, örök nyugodalmat. Áld meg és tedd ezt az emlékművet, ezeket a kereszteket az emlékezés szent helyévé. Adj vigasztalást az itt jelzett áldozatok még élő hozzátartozóinak, és végül adj mindannyiunknak békét és egyetértést Krisztus a mi Urunk által. Amen. Áldja meg a minden kegyelemnek szent Istenem azokat a kopjafákat, amelyeken keresztül emlékezünk Vitéz Füredi Sándorra, emlékezünk Kovács Bélára, hadd hirdessék az előttük megállók számára, hogy érdemes harcolni, küzdelni, érdemes küzdeni a hazáért, az igazságért, a békességéért. Amen. Áldja meg az Isten ezt a zászlótartót, hadd hirdesse az emlékmű az előtte megállóknak, akik föltekintenek ez zászlóra, hogy a világháborúk ellenére még élő nemzet vagyunk, ezért Istenő a dicsőség. Amen. Hadd hirdessék ezek a keresztek, melyeket hadd áldjon meg Isten az ő drága áldásával mindenki számára, hogy őrzik azoknak az emlékét, akik hősi halált haltak. Pihenésük legyen csendes, emlékük legyen áldott. Amen. Amen. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete,
és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplődelem Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Uram, irgalmaz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmaz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeit közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egy házad védelmezője a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek teljességben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Tesztaloniki hívekhez írt első leveléből. Testvéreim, imádságainkban megemlékezünk rólatok, és szüntelenül gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. Testvéreim, kiket az Úr szeret, jól tudjátok, hogy választottak vagytok, hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdettük köztetek, hanem erővel, szent lélekkel és mélységes meggyőződéssel. Mindnyájan tudjátok, hogy hogyan viselkedtünk körötökben a ti szolgálatotokra. Istenbe vetett hitetek mindenütt ismerté vált, ezért nem is kell róla beszélnünk. Az emberek maguktól mondják el, hogyan fogadtatok minket, hogyan fordultatok a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből fiát, Jézust, akit a halálból feltámasztott, s aki megment minket az eljövendő haragtól. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja, alleluja. Krisztus igéjét, az valóban szereti az Istent. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus is szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár,
Süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írás tudók. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves ünneplő testvérek! Szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Köszönöm szépen polgármester úrnak, hogy meghívott engem erre az ünneplésre. Habár nem messze innen, a Gyimes völgyében, Gyimes felsőlokon születtem, szégyenkezve mondom, hogy még soha nem jártam ezen a vidéken. Nagy örömmel jöttem ide, Isten teremtett világának erre a gyönyörű szép részére, az Úzvölgyi temetőbe. Amikor az ember temetőbe indul, akkor általában szomorú szívvel indul el otthonról, mert azért megy, hogy meglátogassa azon hozzátartozók, rokonok, vagy családtagok sírját, akik hozzátartoztak, akik közel álltak a szívéhez. A reggeli órákban én mégis örömmel és derűs szívvel indultam el ide az Úzvölgyébe. Igen, nem gyászolni jöttem. Azért jöttem, hogy leroljam tiszteletemet az itt nyugvó hősök, az itt nyugvó székelyek előtt. Azért jöttem, hogy Szent Pál szavaival élve, amit a mai szentleckében hallottunk, imádkozzunk az Istenhez, kérjük az élet urát, hogy fogadja be ezeket a fiatal székely katonákat az ő katonái közé. Fogadja be őket az ő szeretett országába. Jutalmazza meg az ő hősiességüket, jutalmazza meg az ő nagyságukat az örök élettel, az örök boldogsággal. Történelmi emlékhelyről érkeztem. Ópusztaszeren vagyok, immár negyedik esztendeje plébános. Tudjuk, hogy Ópusztaszerhez kötődik a magyarság megszületése. Ott volt az első magyar országgyűlés, és onnan szintén történelmi emlékhelyre érkeztem ide, ebbe a temetőbe. Hiszen ezek az emberek, akik itt megszerezték a mi szabadságunkat, történelmet írtak. Megírták a mi történelmünket. És mi ma azért jöttünk el ide, mindannyian, hogy hálát adjunk ezért, hogy köszönetet mondjuk ezért nekik, és kérjük az ő segítségüket, az ő közbenjárásukat, hogy mi is mindig bátran ki tudjunk állni igazunkért, meggyőződésünkért. Jézus a mai evangélium szavaival üzen számunkra. A hegyi beszédnek, Jézus legközpontibb tanításának az utolsó sorait tárja elénk. A sziklára épített házról és a homokra épített házról beszél. Érdekes, hogy Jézus nem csak a jó utat állította elénk a mai evangéliumban, hanem a kevésbé jó utat is, azaz a rossz utat is. Ezzel mintegy jelezve számunkra azt, hogy szabad emberek vagyunk. És ezáltal a legnagyobb kincs birtokában vagyunk. Eldönthetjük, hogy melyik utat választjuk. Eldönthetjük azt, hogy homokra építkezünk, vagy pedig sziklára építjük házunkat, életünket. Úgy gondolom, hogy mi
akik Isten útján járunk, mi, akik elődeink példáját követve most eljöttünk ide, hogy tanúságot tegyünk hitünkről, tanúságot tegyünk Isten iránti elköteleződésünkről, sziklára akarunk építeni. Olyan fundamentumra, amelyet nem tud kikezdeni az idő vasfoga. Voltak időszakok, akik kinevették ezt a fajta építkezést, akik kinevették az igazi alapot, az igazi fundamentumot. Sőt, arra köteleztek bennünket, hogy homokra építsük életünket. De ez az alap leomlott. Ez az alap megszűnt, és a történelem süllyesztőjébe került. Mi pedig az igazi fundamentumra, Jézusra építő emberek itt vagyunk, itt állunk, megemlékezünk azokról a hősökről, akik megszerezték számunkra az igazi ajándékot, a szabadságot. De ugyanakkor, amikor itt most emlékezünk, fontos azt is megjegyezni, hogy a szabadságot fontos jól értelmezni. Nem mindenki értelmezi jól. A szabadság ugyanis nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, hanem azt, hogy azt akarom, amit tehetek. És ez teljesen más. Mindig megtenni azt, ami a kötelességem. Mindig megtenni azt, ami másoknak a javára, másoknak az épülésére, másoknak a boldogulására válik. De mindaz, ami eltávolít engem az emberektől, mindaz, ami a gyűlöletet, a haragot, a megosztást mozdítja elő, azt elutasítom. Ezek a katonák, akik most itt nyugszanak, akikről megemlékeztünk, egész életüket arra tették fel, hogy a mi boldogságunkat, a mi fennmaradásunkat megalapozzák. Ezért vagyunk itt, ezért adunk hálát, és ezért kérjük az ő segítségüket, közbenjárásukat az Istennél, hogy kérjék számunkra azt a lelkesedést, azt a bátorságot, azt az erőt, hogy mi itt székelyekül, csángókul mindig össze tudjunk fogni a jó ügy érdekébe, és a jót mindig megtegyük, a rosszat, a negatív dolgokat, mindazt, ami szétválaszt, ami széthúz, azt elutasítsuk, és összefogva, egymás segítve, egymás bátorítva, bátor elhatározással és küzdeni akarással egy szebb jövőt, egy jobb korszakot építsünk a jelen és az eljövendő nemzedék számára. Amen. Kérjük testvéreim az Isten, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvilágoztatásán. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Isten hazánkért tédelünk elődben, rót bűneinket.
lelkét nézze, érdemét idézze. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, melyet fölségednek bemutatunk. Szent István király közben járására, védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, és add meg nekünk egykor jutalmul az örök életet. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Felvetünk az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te Szent István királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássuk az íjjé homályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva örök hazát és otthont lejjünk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi ember, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül álljunk Krisztus a mi Urunk által. És ezért nemzetünk szentjeivel és az üdvözült lelkek egész seregével együtt, most és mindörökké hálás szívvel zengjük, és hangos szóval énekeljük. Szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőségedbe tölti a mennyet és a földet. Hozsánna a magasságban, áldott, aki jön a Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhem, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal,
György és József püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal, Szent István királlyal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten bárhánya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten bárhánya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten bárhánya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Újra föl
könyörögjünk. Atyáink, Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmez népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogad be jóságosan mennyei országodba, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát mi érettünk, hogy kiszabadítson minket jelen való gonosz világból, Istenünknek, Atyánknak akarata szerint, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztusban szeretett testvéreim, felolvasom Istennek ígéjét a Jób könyvének első fejezetének a 21-es verséből, hogy miképpen szól hozzánk Isten az ő szent ígé által a mai napon, a Jób könyvének első fejezetének 21-es verséből, ezt halljuk meg figyelemmel és alázatos lélekkel. És mondta, mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. Ez Isten igéje. Krisztusban szeretett testvéreim, gondolom mondanom sem kell azt, hogy miért a szenvedő Jób szavait idéztem e mai napon, és olvastam fel a Szentírásból egy olyan embernek a szavai, aki megtapasztalta, hogy milyen az, amikor elveszíti az értékeit, a drága életeket, milyen az, amikor gyászol, amikor könnyezik, és ennek ellenére el tudja mondani ezeket a szavakat. És most, amikor megállunk e szent helyen, amikor emlékezünk az elköltözött hősekre, amikor gyászolunk, és amikor tapasztaljuk, hogy megfosztanak az értékeinktől, kivágják az erdőkeinket, elveszik az épületeinket, vajon ott van-e szívünkben könnyezve, de ott van-e az, hogy az Úr adta, az Úr vette el. Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, mondja Jób, és mezítelen térek oda-vissza. Mire érti ezt? Hát arra, amihez az ember itt a Földön szert tehet, a vagyonra, a kincsre, az értékre. Nincsen egyikünk koporsóján sem csomagtartó. Akkor mit hagyunk magunk után, keresztény testvéreim? Mit hagytak maguk után e hősök, akik az életükkel fizettek a magyar hazáért, a magyar földért? Semmit? De igen. Hagytak valamit, amit az elmúlt rendszer, mindenféle ideológiák, mind a mai napig igyekszenek, hogy kimossanak a mi elménkből, a mi szívünkből. Hátrahagyták azt az indulatot, azt az akaratot, hogy a hazánkat, a magyar földünket, ha kell, az életünkkel is megvédjük. Felháborodnak, amikor ezt hallják, hogy ha kell, akkor fegyverekhez kell nyúlni, hogy a magyar hazát megvédjük. De a hívő ember azt tudja, hogy Isten szándéka az mindig bebizonyul. Ha Istennek az az akarata, hogy ez ismét magyar föld legyen, akkor, hogyha emberek szerint, vagy gondolkodók szerint ez lehetetlen, Isten számára nincs lehetetlen. Nos, én azt hiszem, hogy ezt az indulatot hagyták hátra. Azt az akaratot, hogy mindenáron megvédjük a magyar földet. És ezt tapasztaljuk, hogy hiányzik az ifjúságból, hiányzik a mai emberből. Olyanokra bízta rá ezt az ügyet, akik nem voltak erre képesek, akik lehet, hogy eladták ezt a földet, lehet, hogy teljes más irányba vezették
a mi gondolkodásunkat is. De adja minden kegyelemnek, Istene, hogy ebből az örökségből minél többen, minél nagyobb részt vegyünk, és adjuk át utódainknak. Védjük meg ezt a hazát, hogyha kell, úgy, ahogyan tették az ősök is, mert hogyha ezt nem teszük, akkor hiába való volt az ő életük. Ha mi csak emlékezni tudunk rá, és nem tudunk cselekedni ezek után, akkor hiába való volt mindaz, amiért ők életüket adták. Az Úr adta, az Úr vette el. Elvett sok-sok életet. Miért? Mi célból tette ezt? Mi a mi szándékunk, hogyha nem az, hogy tovább folytassuk azt, amit ők tettek? Higgyünk rendületlenül a mi teremtő és hatalmas Istenünkben, aki, ismét mondom, képes a lehetetlenből is lehetséges előhozni. Bízzuk rá teljesen az életünket, magyar nemzetünk, magyar földünk sorsát, jövendőjét, és higgyük el, hogy akkor van megmaradás a népünknek, jövendőknek, hogyha magunk helyén a magunk templomait megtöltsük hittel, szeretettel, békességgel, és tudunk imádkozni egy célért, és az imádságon túl tudunk cselekedni is azért, hogy megvédjük, átadjuk hitelesen az unokáinknak ezt a földet. Isten ebben legyen nekünk segítségünkre. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket, ragyogtassa rátok arcát az Úr, és könyörül rajtatok, fordítsa felétek arcát az Úr, és adjon néktek békességet. Amen. Amen. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével! Istennek legyen hála! A tábori Szent Mise és Isten tisztelet után most egy rövid műsor következik. Felkérem a Szent Iván Laborfelvő kórust, hogy az alkalomhoz illő számukkal rója le kegyeletét az itt elesett és itt eltemetett katonák elő. Elhangzott a szó, zeng az induló, győztesek meg én, régi zászlai. Nézd a bunyhatár, szép iporva már, várnak újra én, ősi bérceim. Édes Erdély, itt vagyunk, érted élünk és halunk, győz az ittja fergetek, a rohanó sereg. Lépteink nyomán, fenn a Hargitán, völgyeink belen, tornyok hangja zeng. Már sem erre sincs, az átkozott bilincs, énekeljetek, völgyek és hegyek. Édes Erdély, itt vagyunk, érted élünk és halunk, győz az ittja fergetek, a rohanó sereg. Édes Erdély, itt vagyunk, érted élünk és halunk, győz az ittja fergetek, a rohanó sereg. Hajnalodik, közeleg a reggel. Jön Hortia nemzeti sereggel. Az ászlaja piros-fehér zöld, az ája drága magyar föld. Ezt védi a Horti katonája. A határtól nem messze van Brassó. Fut az ellen, míg érte nem olcsó. Nem kell néki szuron sem golyó, elég lesz a magyar vezérszó, hogyha jön a Horti katonája. Nem kell néki szuron sem golyó, elég lesz a magyar vezérszó, hogyha jön a Horthy Miklós katonája. Megy a nap lefelé, jön a hold felfelé, rukkolnak a székelyek, a
18 évesek, még Románia felé. Dumnyezó, Dumnyezó, mit kellett megérnem? Lapátol a vállomon, tetű mászott nyakamon, sirathatsz már galambom. Istenem, Istenem, mit kellett megérnem? Bocskor van a lábamon, sarkantyúja bocskorom, sirathatsz már galambom. Bocskor van a lábamon, sarkantyúja bocskorom, sirathatsz már galambom. Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Viga délen katona életem, nincsen gondom másra. Masírozok Kaplan úr szavára, úgy gondolok az én violámra. Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Meghozták a beívó levelem, édesanyám lelkem. Ne sírasson olyan keservesen, miért el kell mennem. Százados úr, gondol viselje ám, Horthy Miklós lesz az édesapám. Mert Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Ne felejts el, tele van az árom, jaj, de szép a kékje. Öltözzetek, csiki szép leányok, ünnepi fehérben. Szedjétek le a kerti oláját, úgy várjátok Horthy katonáját, mert Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Szedjétek le a kerti oláját, úgy várjátok Horthy katonáját, mert Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Otto Vernek, Otto Vernek elsején, nem süt a lapcsikat fava mezején. Elbúcsúzom a madártos hadártól, azután a csikat favilányoktól. Az Isten is katonának teremtett, az ajánból pap is annak keresztelt. Az is leszek, míg a világ világ lesz, míg az égen egy ragyogó csillag lesz. Ha kimegyek arra magos tetőre, találok én szeretőre kettőre. Se haj, 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 de nagy baj, hogy a babám olyan, olyan, mint a baj. Nem messze van az én babám lakása, ide látszik az ő tornácos háza. Buzsgálicá szokott rája leszállni, bajos volna tőle babám megválni. Buzsgálicá szokott rája leszállni, bajos volna tőle babám megválni. Hújják a trombitát, rukkolnak a katonák. Minden barna kislány siratja a babáját. Ne sír, barna kislány, csak te legyél igaz szerető. Engem is megsegít a jóságos teremtő. S kedves édesanyám, hogy esik az magának, hogy a legény fiát elviszi katonának. Reggel 4 órakor kesel lábú lovát pucolja, este a vasályba a babáját siratja. Reggel 4 órakor kesel lábú lovát pucolja, este a vasályba a babáját siratja. Kijöntött a fekete ügy homokos partjára. Mindkét szélét beültettem szomorú fűzfával.
szomorú fűszálnok ágorája hajlik a síromra. Télben járva bánatában kihar virágodva. Nem zörög a nyárfa levél, ha a szél nem fújja. 24-es határvadász masírozik rajta. Tegnap jött meg a levélbe, katonának el kell menni. Utoljára jöttem hozzá babám búcsút venni. Tegnap jött meg a levélbe, katonának el kell menni. Utoljára jöttem hozzá babám búcsút venni. Messze van a vásárhelyi kaszárnya, fújja a szél, akár merő kalálja, fújja a szél, engedi a magas tetejét, de sok kislány siratja a kedvesét. Ferenc Jóska helyi tár katonának, adja a lovat, hogy én gyalog ne járjak. A lovat azt adja a szürkés helyen a sárgát, lányok közül se szerettem a csalfát. A lovat azt adja a szürkés helyden a sárgát, lányok közül se szerettem a csalfát. A nagy bécsi kaszárnyára rászállott egy gólya, vizet hozott a szájába regrúták számára. Igyatok regrúták, mert szomjasok vagytok. Az csak a jó Isten tudja, hogy mikor szabadultok. Pokrócomnak a négy sarkára rá van a nevem írva. Átadom egy 24 bélinek, hadd olvassa sírva. Hadd olvassa sírva, az a busz regrúta. Kinek hátra Jakovics életéből a 36 hónapja? Fiú, melyik kikötőben megállt egy gőzhajó? Kezelében négy sarkába nemzeti színzászló. Fújja a szél, fújja, hazafelé fújja. Szegény ázott magyar bakár, jönnek szabadságra. Isten veled, történt táska, szurolj meg a puska. Én már többé nem búcsollak, egyed meg a rozsda. Sapkám félre várom, vigyázva se állok. Oda, haza várnak rám a kökény szemű lányok. Sapkám félre várom, vigyázva se állok. Oda, haza várnak rám a kökény szemű lányok. Esik az eső, ázik a heveder. Gyenge lábomot szorítja a kengyen. Bársony lekötés szorítja lovamat. Ne ész karabin nyomja államat. Megjött a levél fekete pecsétel. Megjött a muszka százezer emberrel. Százezer ember áll a harc mezején. Sírhat galambom, nem lehet az enyém. Sírhat zokokat, az az édesanyja. Kinek két fia van a háborúban. Karját vagy lábát az ágyú ellövi, meg sem, ha szegény élvel temetik.
kis fejparipa. Fényes kardilók annak az oldalán, kardja megvillan, az ágyú elurran. Szép piros vére a földre kilocson, hajtása lehet közbe a sebemet. Vedd a fegyvered, lőj át a lengyemet, vagy szúronyodat szegezd a szívemet. Ne hagyd sokáig szenvedni engemet, vagy szúronyodat szegezd a szívemet. Ne hagyd sokáig szenvedni engemet. Vas Albert, adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok, adjátok vissza a hegyeimet! Ne mondjátok, hogy keressek magamnak más helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém volna, ezen az egyen kívül! Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba, mert nincs nekem azokban az országokban semmi keresnivalom! Ne mondjátok, hogy találok magamnak hegyet a Cordillerákban, vagy a Sierra Nevadán, mert a más hegyei azok, nem az enyémek. Számomra nincsen szépségük, és nincsen békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet! És azt sem mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa. Mert milliók váltak földön futokká játékaitok során, és én csak egy vagyok a milliók közül. Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem. Magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a hegyeimet! És azt sem mondjátok, hogy van, aki többet vesztett. Senki sem vesztett annyit, mint én. Nekem nem volt palotám, amit fölépíthetnétek valahol a föld másik oldalán. Nekem nem volt vagyonom, amit bankjaitok visszafizethetnének, ha megszállná őket a jótékonyság láza. Nekem állásom sem volt, hivatalom se, amelyet újat adhatnátok. Nekem semmim sem volt, csak a hegyeim és egy asszony, akit szerettem. S ez a kettő együtt többet ért, mint a világ valamennyi palotája a hivatala együtt véve. Senki sem vesztett ebben a játékban annyit, mint én. Urak, én alázatosan elhiszem, hogy ti nagyok vagytok, és hatalmasok. És hogy kisujjatok egyetlen mozdulatára milliók halnak meg. Országok cserélnek gazdát, és földrészek süllyednek el a tengerek mélységeibe. De mindezeken túl hinni szeretném azt is, hogy tisztelitek az igazságot és a törvényt, amit Isten a világnak adott. S hogy szívetekben jó szándék szűri át, még a kisujjatok mozdulatát is. De ezt csak akkor hihetem el, ha eltörlitek a rontást, mely játékaitok során a világra rászabadult, és visszaadjátok a hegyeimet. Mint együtt vagytok felelősek ezért a rettenetes játékért, valamennyien, kik a világ dolgait igazítottátok határokon és drótsövényeken és világrészeken innen és túl. Elvettétek a hegyeimet, és az életemet elrontottátok, mint ahogy a vásod gyermek elrontja a játékot, melyet már megunt, és aztán a szemétre löki. Mert bármit mondjanak a tudósok, a fiskálisok és a katonák, ezek a hegyek az enyémek. Mint ahogy én is hozzájuk tartozom, attól a perctől fogva, hogy megszülettem a lábok alatt, abban a kis házban. És ők benéztek hozzám az ablakon. Nem a telekkön szerint az enyémek, az igaz. De enyémek Isten rendelése szerint, azáltal, hogy itt születtem, és itt lettem emberré. Bevallom őszintén, nem érdekel sem a politikátok, sem világnézeti kérdéseitek,
sem nagyszabású elgondolásaitok, melyekkel az embermilliók sorsát rendezni kívánjátok, nem érdekelnek az embermilliók sem. Egy érdekel csupán, adjátok vissza a hegyeimet! Köszönöm szépen. Most pedig a hagyományőrző huszárok a székely hadosztály indulóját fogják elénekelni, utána pedig a koszorúzás következik. Bojtás, ma még csak 5 perc az élet, 5 perc is nincsen tovább. Legszebb imáimba foglalak ma téged, őszével gondolva rád. Bojtás előre, ma olcsó az élet, jöjjön a legszebb halál. Bojtás, ma még csak 5 perc az élet, mindegy, de győznünk muszáj. Nem számít a száz vihar, ha a célos a férfi kar, szívedben szent eskü vár. Száz halállal szemben mész, hol a legnagyobb a vész, téged is készen talál. Bojtás, ma még tán csak 5 perc az élet, 5 perc is nincsen tovább. Legszebb imáimba foglalak ma téged, őszével gondolva rád. Bojtás előre, ma olcsó az élet, jöjjön a legszebb halál. Bojtás, ma még tán csak 5 perc az élet, mindegy, de győznünk muszáj. Elsőként a 11. székely határőr zászlóalj veteránjai koszorúznak. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa képviseletében Dr. Csige Sándor Zoltán vezető konzul és Szarka Gábor konzul koszorúz. Magyar Honvédelmi Minisztérium részéről Maruzs Roland őrnagy és Ilésvalvi Péter vezető főtanácsos koszorúz. Hargita megye tanácsa és a Csiker MDS részéről Bete István tanácsos koszorúz. Táncos Barna szenátor úr helyezi el koszorúját. A Csíkszéki Mátyás huszárezred hagyományőrzői, valamint a Szilaj hagyományőrző huszárok és a Székely Virtus hagyományőrző huszárok háromszékről helyezik el a kegyelet koszorúját.
az Erdélyi Kutatócsoport Egyesület helyezi el a kegyelet koszorúját. A jelenlevő vitézi rendek helyezik el a kegyelet koszorúját. A Csíkszentmártoni Aklós Közbirtokosság koszorúz. A Csíkszekefalvi Közbirtokosság helyezi el a koszorúját. A Kászon Altizi polgármesteri hivatal koszorúja következik. A Csíkkozmási polgármesteri hivatal koszorúz. A Csíkszéki Jobbik, valamint a Székelyudvarhelyi Jobbik szervezet helyezi el a kegyelet virágai. A Szent Iván Laborfalvi férfi kórus helyezi el a kegyelet virágai. A Kovásznai nyugdíjasok koszorúja következik. A Remény Nyugdíjas Klub gelencéről koszorúz. Okay.
Kedves barátaim, ezzel ünnepi műsorunk végéhez értünk. Engedjék meg, hogy elsősorban a köszönet hangján szóljak mindenkihez, hiszen ismét egy felemelő együttlétben volt részünk. Kegyelettel egy szívvel jöttünk el ide elhelyezni az emlékezés virágait az Uszvölgyi haditemetőbe, és most csak meg szeretném köszönni azoknak, akik áldozatos munkával azon ténykedtek, hogy ez a temető olyan legyen, amilyennek ma itt találtál. Köszönöm az Erdélyi Kutatócsoportnak, a Meritum Egyesületnek, az Etele Egyesületnek azt, hogy a támogatásokat kihasználva, de munkát, erőfeszítést nem kimélve dolgoztak, hogy ismét újabb keresztekkel bővülhessen ez a temető, és végre egy valós haditemető arculatát mutassa. Köszönöm szépen mindenkinek. De meg kell köszönjem a nagyon-nagyon messzi távolról jött vendégeknek is, hogy ide jöttek. Elsősorban az Olaszországból, San Martino del Carzo-ból ide látogatott delegációnak, akik hasonló áldozatos munkát végeznek ott, ápolják az első világháborús harctereket, haditemetőket, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az oly messze a szülőföldjüktől elesett magyar katonák emléke örökre megmaradjon, álmuk nyugodt és csendes legyen. És köszönöm a támogatóknak, a Honvédelmi Minisztériumnak is, hogy anyagiakkal is igyekezett támogatni azt a munkát, azt az értékmentő munkát, ami itt zajlott. Köszönöm mindenkinek, hogy ezen a nap elvoltak, együtt hajthattunk fejet a hősök emlékénél. Adja Isten, hogy jövőbe ugyanitt találkozhassunk. Mindenkinek köszönöm az itt létet. Kedves itt megjelenő megemlékezők, meg szeretném köszönni ezúttal mindazoknak, akik itt részt vesztek, részt fognak venni a közeljövőben is, és ameddig életük tart, mindig el fognak zarándokolni e szent helyre. Külön kiemelném, és meg szeretném köszönni az első számú Munkácsi Zrínyi Ilona cserkész csapatot, akiknek egy oklevelet szeretnék átadni, hogyha itt vannak. A Csíkszentmártoni közbirtokosságot, Csekefalvi közbirtokosságot, Gergely András polgármester urat, köszönjük szépen. Vitéz dr. Szőcs Dániel, frontharcos. Nem utolsó sorban Vakaria Béla atyát, aki minden évben megtisztelje jelenlétével és munkájával. Ugyanakkor meg szeretném köszönni Barta Klárának, Barta Mihály frontharcosnak, ha valaki van, elhunyt Kovács Béla hozzátartozójaként, át szeretnék neki is adni egy posztmortem emléklapot. Akkor átadjuk. Leánya. A Csikcsicsói közbirtokosságnak meg szeretnénk köszönni. Az is lesz. Az már volt Csekefó. Szenner István, mint támogató. Lakatos László részére, mint támogató, főtámogató. Antal László alpolgármester úrnak. Itt van. De ha nem, akkor majd megkeressük. Lovag Vitéz Füredi Gábornak.
És utoljára, de nem utolsó sorban, ha bár úgy értesültünk, hogy megérkeznek, úgy néz ki, hogy mégsem tudtak eljönni, a hazajáró stábjának köszönettel. Köszönjük szépen! Kérem, hogy a Csiszemáltoni Koszogó Fúvózenekar élvezetésével, élvezető énekeljük el együtt a székelyzetet.